A házasság hete alkalmából már hagyományosan zongora esttel egybekötött előadást tartottak a Betléri Andrássy kastélyban, amely az egykori Felső Magyarország egyetlen épségben megmaradt főúri hagyatéka. Gróf Első Andrássy Gyula életében három nő játszott kiemelten fontos szerepet, ezeket a kapcsolatokat ismerhették meg az érdeklődők. A korábbi magyar miniszterelnök és külügyminiszter 200 éve 1823-ban született, de hogy pontosan hol és mikor, nem tudni. Az egykori Gömör vármegyei Olápatakon ebben az Andrássy kastélyban élt gróf Andrássy Károly és felesége Szapári Etelka. Feltehetően itt született 1823 koratavaszán fiúk gróf Első Andrássy Gyula. A helyiek büszkén vallják, hogy a házaspár gyermekei ezen a birtokon látták meg a napvilágot. Gyula idősebb testvérének, Első Andrássy Manónak 2021-ben emléktáblát is avattak a kastély falán. Márciusban eképpen tisztelegnek majd a 200 éve született korábbi magyar miniszterelnök emléke előtt is. Takító objekt. Az épület a lakosoknak szolgál, van itt egy kulturális célokra használt terem, egy az Andrássyakat és a falu hagyományait bemutató állandó kiállítás, és egy vadász társalgó, amelyben a mi forrásaik szerint az Andrássy testvérek születtek. Fontos az, hogyha ide látogatnak a turisták, legyen mit megnézniük, ezért több felújítást is tervezünk. Jönnek rendszeresen Magyarországról és innen Szlovákiából is érdeklődők, mondja a polgármester. A történészek szerint nem egyértelmű gróf Első Andrássy Gyula születésének helye és ideje. A lehetséges helyszínek között említik Olápatak mellett a kassai Andrássy palotát és Tőketerebest, ahol egyébként a gróf nyugszik. 1819-ben itt nem messze a betléri kastélyba esküdtek a szülei gróf Andrássy Károly és Muraszombati Szapári Etelka grófnő. Itt a község határában emelte gróf Andrássy Károly a vasművét, a híres Károly hútát 1843-ba, úgyhogy Olápataknak nagyon nagy volt a jelentősége a 19. század első felében. A második feltételezett szülőhely a Tőketerebes, mivel hogy a Csáky kastély, ugye, és a Gyula nagymamája is Csáky Juliana volt, és ugye az is nagyon-nagyon belefér ebbe a történelembe, mivel hogy Gyula pályafutását is az Zemplén megyében kezdte, és végül Kassa, amit még az is megerősít, hogy az ottani Szent Erzsébet dóm anyakönyvében megtalálhatjuk gróf Andrássy Manó és Gyula kereszteléséről a bejegyzést, úgyhogy ez volna az a, valóban az a legerősebb argumentum, ami megint arra utalna, hogy ez tehát Kassán történt. És akkor még szintén egy ilyen nagyon fontos dokumentum, amelyről a kassai városi levéltárosok tájékoztattak, hogy találtak egy olyan kérvényt, hogy a gróf Andrássy Gyula szülőházára egy emléktáblát helyezenek el. Úgyhogy ez a második, és a harmadik pedig az, hogy a halottas levelen, a gróf Andrássy Gyula halottas levelén is szintén a születési helye pedig Kassa van felmutatva. A gróf 17 évesen hagyta el végleg a tájat, ahol született és nevelkedett. A korabeli sajtó a címlapokon számolt be a hazatérésekről, a rajongással fogadott látogatásairól. Az 1880-as években több alkalommal járt Betlérben, Krasznahorkán, volt vadászaton a gömöri erdőkben és unokahúga esküvőjén is. A párizsi szalonokban szép akasztottként becézett, a szabadságharc után emigrációban élő jóképű gróf életének meghatározó női szereplőit ismerhették meg a hétvégén a betléri Andrássy kastélyba látogatók. Nagyon fontos szerepet töltött be az életébe édesanyja Szapári Etelka, aki emigrációs évei alatt is nagyon sokat segített neki pénzügyi gondok megoldásában is, és nagyon fontos
nő az életében pedig a felesége volt, Kendenfi Katinka, akivel 1856-ban házasodtak össze Párizsban, és korabeli naplók, levelekből tudjuk, hogy ez tényleg egy szerelem első látásra volt, és Gyula pár napon belül kérte meg a kezét. De természetesen meg kell említenünk a királynéval való kapcsolatát, és Erzsébettel, akit Sziszinek ismerünk, mind az utolsó napokig nagyon-nagyon jó barátok voltak. Szlovákiában csak ez a múzeum rendelkezik Andrássy Gyulához köthető műtárgyakkal. Itt több a grófot ábrázoló festmény található, köztük Madarász Viktor nagyméretű Sziszi koronázását megörökítő alkotása is. A Betléri Kastély Múzeum június 15-ére tervezi a gróf Andrássy Gyula életét bemutató jubileumi emlékkiállítás megnyitását.